Jó napot kívánok! Főorvosasszonyal ma is tisztelettel köszöntjük Önöket. Tájékoztatónk elején ismertetem a tegnapi napon a védelmi intézkedésekkel összefüggésben végrehajtott rendőri intézkedéseink adatait. Az elmúlt 24 órában összesen a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 119 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, így a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta ezidáig összesen 26.253 személlyel szemben intézkedtek rendőreink a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. 92 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, mert a 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település területén az önkormányzati rendeletekben elrendelt maszkviselési kötelezettségnek nem tettek eleget a közterületen, illetve a rendeletekben meghatározott nyilvános helyen. 13 személlyel szemben tettünk figyelmeztetést, 46 személy részére szabtunk ki helyszíni bírságot, míg 33 személlyel szemben tettünk szabálysértési feljelentést. A tömegközlekedési eszközön, illetve a tömegközlekedési eszközök várakozó helyein a tegnapi napon rendőreink 7 személlyel szemben intézkedtek, míg a kereskedelmi üzletekben, illetve a bevásárlóközpontok területén 20 személlyel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A kereskedelmi üzletekre, szálláshelyekre, szabadítós létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése miatt ez idáig összesen 834 rendőr intézkedést végeztünk. Ebből az üzemeltető, illetve a tulajdonos felelőssége ez idáig 214 esetben volt megállapítható. Az üzletek korlátozott nyitvatartására, az egyes létesítmények, szolgáltatási helyek nyitvatartására, illetve az üzletekben történő tartózkodás tilalmára vonatkozó rendelkezések megszegése miatt 620 rendőr intézkedést végeztünk. Az elmúlt 24 órában a vendéglátó üzletben a bentartózkodás tilalmára, illetve az üzemeltetőre vonatkozó szabályok, kötelezettségek megszegése miatt nem kellett intézkednünk, így vendéglátó üzlet ideiglenes bezárására nem került sor. Nézzük a kijárási tilalommal kapcsolatos rendőri intézkedések adatait. A tegnapi napon összesen 397 rendőri intézkedést hajtottunk végre. A kijárási tilalom, a közterületi csoportosulások, illetve a közterületi magatartási szabályok megszegése miatt. Így összességében 42.064-re emelkedett a rendőri intézkedések száma a kijárási tilalom, illetve a kijárási korlátozás ellenőrzése óta. Ezen a ponton szeretném ráirányítani a figyelmet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendeletbe foglaltakra, amely szerint ugye a koronavírus járvány terjedésének meggátolása, közösségi terjedésének megakadályozása, illetve a sikeres járvány elleni védekezésünk folytatása érdekében a kormányrendelet tartalmazza a rendezvénytartásra vonatkozó korlátozó intézkedéseket, rendelkezéseket. A jogszabály szövege szerint a rendezvényt, valamint gyűlés szervezni, tartani, illetve annak a helyszínén tartózkodni tilos. Elsősorban nem is a jogszabály által meghatározott kiltást kell kiemelnünk, hanem azt, hogy a csoportosulással, illetve a gyülekezéssel veszélynek tehetjük ki saját, illetve mások egészségét. Kérünk mindenkit, hogy valamennyiünk egészségének védelme érdekében a meghozott szabályokat, a védelmi intézkedéseket mindenki tartsa be. Az elmúlt 24 órában is ellenőriztük a Magyarországon személyforgalomba történő tranzitálási szabályokat. A koridorokon tegnapi napon 49 rendőrintézkedést hajtottunk végre, így összességében szeptember 1-e óta, a jogszabály hatályba lépése óta 12.349 rendőrintézkedést hajtottunk végre a Magyarországon személyforgalomba történő tranzitálási szabályok megszegése miatt. Hatósági házi karanténadatok. A tegnapi napon 10.255 helyszíni ellenőrzést végeztek rendőreink, az elrendelt hatósági házi karanténok száma 5.098, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karantén 27.737. A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazásra regisztrált felhasználóink száma 2.710. És a végére a határvárakozási adataink. Magyarország határátkelője helyén jó ütemben lehet áthaladni, kisebb várakozási idővel kell számolnunk tehergépjármű forgalomban a belépő oldalon, Ártánt közúti határátkelőnél, itt 2 órás a várakozási idő, illetve Csengersima, szintén közúti határátkelőnél, itt 3 órás várakozási idővel kell számolnunk. És most átadom főorvosasszonynak a szót. Jó napot kívánok! Egyértelműen a járvány
harmadik hulláma zajlik Magyarországon. Annak is egy felszálló szakaszában vagyunk, ezt igazolják azok a járványügyi adatok, amelyeket az elmúlt 24 órában rögzítettünk. 2855 fővel nőtt a pozitív fertőzött személyeknek a száma, míg sajnos 102 beteget ismételten az elmúlt 24 órában elveszítettünk. Jellemzően még mindig az idős, krónikus betegeknek az elvesztéséről szólunk. Többségében ők nem tudtak megküzdeni a betegséggel, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy olyan krónikus, fiatal személyek is mindig, szinte minden nap vannak az elhunytak között, akiket esetleg egy védőoltás megmenthetett volna. Sajnos az aktív betegeink száma is növekszik. Mai napon 82.127 fő tartunk nyilván, aki jelenleg pozitív, tehát zajlik nála a betegség, vagy enyhén otthonában próbál gyógyulni, vagy súlyos formában zajlik nála a betegség, és ez látható abból is, hogy az egészségügyi ellátó rendszerben ismét megnövekedett a gyógyítandóknak a száma. A mai napon 4353 fő szorul kórházi kezelésre, mert súlyosan zajlik nála a betegség. Ráadásul 407-en vannak lélegeztetőgépen. Nyilvánvalóan az ő kilátásaik is kedvezőtlenek. Azonban természetesen nem jelent ez fatális kimenetelt. Orvosainknak, ápolóinknak köszönhetően sokan lekerülnek a lélegeztetőgépről is, azonban ez mégiscsak egy veszélyeztető állapot, amikor már ennyire súlyosan zajlik a betegség. Éppen ezeknek a megakadályozása érdekében nagy erőkkel zajlik a védőoltásoknak a beadása. A mai napon házi orvosainkhoz eljutott már, van akihez már a tegnapi napon, a Sinopharm kínai vakcina. Átlagosan praxisonként 50-55 fő beoltására elegendő vakcina érkezik egy-egy praxisba. Most már bizonyosan minden házi orvos olthat, akinek esetleg korábban nem jutott vakcina, és nem tudta elkezdeni a védőoltások beadását. Többen 70 embert is be tudnak oltani, tehát nem minden praxisba ugyanannyi oltóanyag érkezik, hiszen ez függ a praxis összetételétől, nyilvánvalóan egy idősödő körzetben több az oltásra váróknak a száma, illetve attól is, hogy hányan regisztráltak ott, és hányan szenvednek krónikus megbetegedésben. Nagyon nagy feladat ez most a házi orvos kollégák számára, és nagyon jól veszik az akadályokat. Több visszajelzést kaptam, hogy a kiértesítéseket követően az idősek, illetve a krónikus betegek örömmel fogadták a lehetőséget, és bízom abban, hogy a következő egy hétben jelentős számú védőoltás beadása fog megtörténni. Hiszen nem csak a kínai Sinopharm vakcina áll rendelkezésre, hanem a 60 év alatti krónikus betegek részére az AstraZeneca oltóanyag, ez 10 fő részére elegendő mennyiséget tartalmaz praxisonként, illetve tovább zajlik a kórházi oltópontokon a Pfizer vakcinának a beadása. Egy nagyon nagy lépést tudunk tenni a következő egy hétben a védettség felé.
akik megkapják az első adagot, természetesen majd megfelelő időpontban még a második adag beadására is szükség lesz, hogy azt követően kialakulhasson a teljes védettség. Azonban tudjuk azt, hogy az első adag beadását követően is már jelentős mértékben megindul az ellenanyagtermelés, tehát valamilyen fokú védelmet jelent már az első adag felvétele is, és a mindkét adag felvétele pedig jelentősen növeli a védettséget. Nincsen 100%-os védelem, ezt többször el is mondjuk, azonban mindegyik vakcina, immáron 5 féle, amit Magyarországon alkalmazunk, megvéd bennünket a súlyos, szövődményes, esetlegesen halálos kimeneteltől. És ez a fontos, ha elkapjuk a betegséget, esetleg enyhe formában otthon átvészeljük, és nagyon könnyen megússzuk ezt a fertőzést, de a vakcinák beadásának a jelentősége elsősorban abban áll, hogy akik magas kockázatot viselnek fertőződés szempontjából, és náluk nagy valószínűséggel súlyosan, akár halálos kimenetellel is zajlódhatna a betegség, őket védjük meg. Tudjuk azt, hogy az oltási tervünknek megfelelően haladunk. Az első 2 csoport gyakorlatilag kampányszerű oltás tekintetében már befejeződött. Ők az egészségügyben dolgozók, szociális intézmények és dolgozók. És zajlik a krónikus betegeknek, illetve a legidősebbeknek a védőoltása. Hogyha abban a tempóban haladunk, ami vakcina most rendelkezésre áll és biztosítja nekünk a nagyfokú átoltottságot, akkor sokkal előbb tudunk most már egy olyan védettségi szintre kerülni, ami már jelentős az országban, mint tudjuk most is már szerencsére a nyugati és keleti vakcinákkal együtt már az uniós átoltottsági átlag fölé tudtunk kerülni. Nagyon sok elsősorban idős embernél fog csörögni a telefon a napokban. Keresni fogja őket a házi orvosuk vagy asszisztense, és invitálja őket a védőoltás felvételére. Én nagy tisztelettel kérem önöket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen minden nap, ami védelem nélkül eltelik az életünkben, az meg annyi kockázatot hordoz a betegség elkapása, annak súlyos lefolyása szempontjából. Nincs okunk a késlekedésre, hiszen mindegyik vakcina megfelelő védelmet biztosít. Természetesen vannak különbségek a vakcinák között, az, hogy orvosi javallatra esetleg a kezelőorvosunk egy másik vagy egy konkrét vakcinát ajánl az oltakozó részére, ez mindig lehetséges. Az oltó orvosnak kell döntenie a kérdésben. Akinek viszont nincs ilyen különleges betegsége, ami egy meghatározott vakcina felvételéhez lenne szükséges, az ő számukra bármelyik vakcina megfelelő védelmet biztosít. Kérem szépen, hogy minden félelmüket oszlassák el a kínai vagy az orosz vakcinák iránt, hiszen több mint 30 millió embernek beadták már ezeket a vakcinákat különösebb probléma nélkül. A következő 1 hétben, mint említettem, hogyha tervünknek megfelelően tudunk haladni, és ehhez az önök együttműködése feltétlenül szükséges, akkor több mint 368 ezer embernek be tudjuk adni a vakcinát. Közülük számosan első oltást fognak kapni, illetve természetesen ezzel párhuzamosan folyik a második adag vakcináknak a beadása is. A regisztrált idősek közül 275 ezeren kaphatják meg házi orvosaiknál a kínai vakcinát,
52 ezer idős ember beoltására van lehetőség Pfizer vakcinával az oltópontokon, és emellett az AstraZeneca-val is a 60 év alatti krónikus betegek számára 41 ezer ember beoltási lehetőségét tudjuk nyújtani a következő egy hétben. Ez egy nagyon fontos információ mindannyiunk számára, és kérem, hogy mindenféle mendemondával ellentétben ne hagyják magukat lebeszélni, hiszen azt gondolom, hogy mindnyájunk számára az élet és az egészséges életnek a lehetősége sokkal csábítóbb és előrébb valóbb, mint a megalapozatlan, alaptalan félelmek. A járványügyi adatokat elemezve környezetegészségügyi tevékenységünket is tovább folytatjuk. Azaz, ígértem önöknek az elmúlt héten, hogy valószínűleg be tudunk már számolni arról, hogy a szennyvizeinkben hogy áll a variáns, mutáns vírusoknak a helyzete. Kollégáimnak, dr. Pándics Tamás főorvos úr segítségével sikerült kifejleszteni azt a módszert a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában, amellyel már nem csak a vírus örökítő anyagát, hanem konkrétan a brit mutánst is ki tudják mutatni. És sajnos ki is mutatták. A brit mutáns jelenléte tetten érhető a szennyvíz mintáinkban. Budapesten, Debrecenben, Tatabányán, Székesfehérváron és Győr településein, ezekben a városokban emelkedő tendenciát mutat az örökítőanyag Salgótarjánban és Szombathelyen. A többi helyen stagnálás látható, ez a stagnálás viszont sajnos egy magas szinten való stagnálást jelent, úgyhogy annak ellenére, hogy a többi helyen nem növekszik jelenleg a szennyvízben az örökítőanyag mennyisége, sajnos tartósan magasabb van, ezt kell, hogy mondjam, úgyhogy ez nem túl jó hír. A laboratóriumi humán mintákból, tehát azokból a vizsgálatokból, amit jellemzően a házi orvosok kérnek a gyanús betegeknek a vizsgálatára, tehát ezek konkrétan a PCR tesztek, február 23-áig 400 főnél mutattunk ki angol vírusvariánst a laboratóriumunkban. 34 főnél egy járványügyi jelentőséggel kevésbé bíró vírusmutánst, egy variánst, illetve 9 főnél az először Csehországban azonosított, ezért cseh variánsnak nevezett variánst. Ezt nevezzük azóta cseh mutációnak. Brazíliai és dél-afrikai variánst továbbra sem tudtunk még Magyarországon kimutatni. Felhívom a figyelmüket arra, hogy mindösszesen ebből a 400 esetből 10 főnél tudtunk azonosítani utazással összefüggésben lévő járványügyi helyzetet. Ez azt jelenti, hogy az összes többi jelentős esetben, sokkal nagyobb számú esetben nem tudtuk összefüggésbe hozni utazással a brit variánsnak a megjelenését. Ez azt jelenti, hogy jelen van Magyarországon, itt van, közösségi terjedésnek vagyunk a tanúi. Ami ebben a helyzetben mindenképpen jó hír, hogy mindegyik szakértő, szakmai irodalom és cikk arról számol be, hogy úgy tűnik, hogy a brit mutánssal szemben a jelenleg alkalmazott védőoltásaink hatásosak. Tehát az ellen is védenek, mindenképpen az oltakozásnak adjunk teret, adjunk hitelt a szakemberek szavainak, megállapításainak, és kérem,
hogy éljünk a védőoltás lehetőségével. A mai napon reggel miniszterelnök úrnál egy járványügyi szakemberekből álló egyeztetés történt, és éppen az oltás nyújtotta védelem okán javaslatot tettünk arra, hogy a bentlakásos szociális otthonokban, intézményekben, aki már megkapta a második védőoltását is, és azt követő időszak eltelt, amíg a teljes védettség kialakult, esetleg egy intézmény elhagyási lehetőséget, vagy látogatási lehetőséget kapjon. Ezt ígérték, hogy megfontolásra kerül, természetesen operatív törzs is megtárgyalja, és aztán ezt a javaslatot majd eldöntik, hogy élnek-e vele, és mikor vezetjük be. Ennek egyértelműen az az alapja, hogy tudjuk azt, hogy a védőoltásokat követően történhet meg bármiféle enyhítés, de egyelőre ennek más egyéb vonatkozásban nincsen helye, hiszen látjuk a járványügyi adatokat, az emelkedő számokat. Köszönöm szépen a figyelmüket!